Kerényi Miklós Máté élete legnehezebb időszakán van túl. Máté édesapja zaklatási botránya óta nem nyilatkozott, most azonban kivételt tesz. Az Operett Színház színésze és felesége Dancs Anna Mari tavaly jelentették be, hogy elválnak egymástól. Arról, hogy mi vezetett a váláshoz, hogyan nevelik majd az egyéves kisfiúkat, és mi igaz abból, hogy egy új szerelem miatt hagyta el családját, Kerényi Miklós Mátét kérdezzük, aki itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy befáradtál. Kemény témáknak kell nekifutnunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtál és ebbe beleállsz most. Első kérdés, hogy vagy? Hogy lehetnék? Hát ez egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz helyzet azért az életünkben. Próbáljuk azt hiszem mind a ketten emberként megmaradva viselni, meg élni, meg csinálni, meg mindenképp szülőként megmaradva. Azért gondoltam csak, hogy ezzel kezdjük, mert lehetné sokféleképpen azért, hogy mondtam az előbb, ez egy meglehetősen kemény szituáció, amiben most benne lehettek, gondolom én. Hogy jutottatok el odáig, hogy ott hagytad Anna Marit egy 4 hónapos kisbabával, aki a kisfiad? Egy álompárként tituláltak benneteket korábban. Természetesen mindig sok minden van a felszín alatt, azt gondolom minden kapcsolatban, de ezeket tényleg a legbelsőbb magánügyünként szeretnénk kezelni továbbra is, tehát hogy ezekről, amik valószínű, hogy ezek általános indokok, vagy általános okok, vagy általános problémák mindegyik, minden párkapcsolatnál, vagy mindenhol, amik adott esetben nálunk is voltak, de hogy ezek mik, meg hogy, meg mint voltak ezeket magunknak. De nem volt neked annyira fontos ott az életeteknek az időszak, azért mégiscsak ott van egy 4 hónapos kisfiú, azért ez minden nő életében nagyon nehéz időszak, a szülés utáni ugye van, aki depressziósá válik, tehát azért nagy segítségre van szüksége, tehát nem érezted ezt túl keménynek, egy kicsit olyan, hát kimondom, ha már kigondoltam, kicsit sportszerűtlennek? Mondhatod, hogy ez így volt, vagy mondhatod, hogy ez így van, bármit lehet. Én minden nap megpróbálok menni az Ádámhoz, mindenben segítek. Most például beteg az Anna Mari is, most az Ádám is elkapta, van egy enyhe kruppunk talán, de mind meg fogjuk oldani. Minden nap megyek, tegnap vittem gyógyszereket, délután újra kirohantam, kivittem, megcsináltam. Tehát, hogy megpróbáljuk ezt nagyon együttműködve csinálni. Az Ádámért egyrészt muszáj, másrészt meg azt gondolom, hogy idővel ezek csak jobbak lesznek ezek a dolgok. Igazából most arra utalsz, hogy a kapcsolatotok azért jó Anna Marival, vagy ez azért túlzás? Ez azért túlzás, mondjuk azt, hogy hullámzó. Uh-huh. Tehát, hogy hol azért kérdezem, mert ő úgy nyilatkozott korábban, hogy sokként élte meg azt, hogy te ott hagytad őket. És mást választottál. A kettőnek nagyon kevés köze van egymáshoz. Tehát az, hogy én ott hagytam őket, és utána később választottam valaki mást, ez így inkább igazabb. Tehát a két kapcsolatnak, az elmúlónak és az újnak nem volt átfedése? Sem átfedése, sem köze. Nincs egymáshoz a kettőnek. Jó, csak azért is örülök, hogy itt vagy és helyre tudod ezeket tenni, mert azért nagyon sok újságban úgy jelent meg, hogy te már az új párod miatt hagytad ott és őket. És mert ez egy akkori tényként írták le, mi akkor azért már nem éltünk együtt az Anna Marival már 4-5 hónapja. Amikor ezt megírták, hogy én akkor elhagytam az Anna Marit meg a gyerekemet egy másik nőért. Tehát, hogy ennyi történt. Miben gondolod hibásnak magad? Sok mindenben. Sok hogy mindenben. Ideig eljutottatok? Azért szerintem nagyon sokáig megmenthető egy házasság. Mondom, a leginkább, amit le is nyilatkoztam már abba, hogy nem mondtam meg bizonyos dolgokról sokkal agresszívebben, hogy mit gondolok. Hogy nem mondtam meg sokkal agresszívebben a világról a véleményemet. Az agresszivitásban, vagy ezt azt értem az alatt, hogy határozottabban, vagy jobban kiállva, vagy esetleg annyira, hogy... Tehát kvázi arra utazd most, hogy nem mutattad meg önmagadat teljesen százszázalékosan? Azt mondtam, hogy mindegy. Tehát nekem bizonyos dolgokban, amikben éltünk, vagy léteztünk, én nekem bizonyos dolgok mindegyek voltak, de nem azért volt mindegy, mert az Anna Mari erőszakos lett volna, vagy bármi, hanem azért, mert amikor két ember találkozik, és próbál egyezkedni, vagy kompromisszumot kötni, vagy valamit, akkor én az a típusú ember vagyok, aki azt mondja, hogy nekem mindegy, de legyen így. Jó, ha neked így jó, nekem csak te legyél boldog, és akkor nekem az úgy jó. És tulajdonképpen ez és nem csak... És rájöttél egy idő után, hogy kedvecben vagy tulajdonképpen? Nem, arra jöttem rá, hogy az Ádámnál nem tudom ezt meghagyni. Igen, tehát, az Ádámnál nem tudom ezt a mindegyet hagyni. Tehát az Ádámnál nem mindegy az, hogy mi történik. Tehát most is vannak bizonyos dolgok, amiket próbálkozunk megoldani, és nem mindegy, hogy történik.
Hogy van most a lelked ahhoz képest, amikor együtt voltatok? Tehát most úgy érzed, hogy szabadabb vagy, jobban önmagad vagy? Tulajdonképpen sokkal rosszabbul. Sokkal rosszabbul vagy? Akkor miért jó ez az egész? Mire jó neked ez? Miért csinálod? Nem arról, a lelkem attól van rosszabbul, igen? Nem élek együtt a fiammal. Ez egy borzasztó dolog. Nem kellene még ezen dolgozni, szerinted? Hogy együtt éljek a fiammal? Én nagyon szeretnék együtt élni a fiammal. Valószínű, hogy ezen már nem fogunk tudni dolgozni. Egyrészt ő is nagyon határozottan elmondta. Én is azt gondolom, hogy túl vagyok már bizonyos pontokon. Tehát, hogy azon túl vagyunk, hogy mi ezen így együtt dolgozzunk. Szülőként nekünk nagyon-nagyon sok munkánk van még az elkövetkezendő minimum 17 évben. Mekkora az Ádám most? Egy éves lesz most mindjárt, Totyog? Két múlva. Totyog? Totyog fogja az ujjamat, Anna Mariét. Van egyben egy meghasonlott helyzet, amikor tényleg együtt libikóztatjuk, meg hintapalintáztatjuk, és beszélgetünk, és közben a kettőnk között sétál. Tehát, hogy mondom, próbáljuk ezt borzasztóan emberi módon, borzasztóan tisztán, hideg fejjel élni a mindennapokat, amíg azért nem egyszerű. Hát és egy kisfiú egy életre összeköt benneteket. De én semmit sem bánok, mert megszületett az Ádám, és ez egy csodálatos dolog. Mind az én, és azt gondolom, hogy az Anna Mari életében meg pláne. Ő egy csodálatos anya, fantasztikusan csinálja, neveli, gondozza az Ádámot, és én pedig mindenben megpróbálom kivenni a részemet is ott. Figyelj, Máté, még egy valamit mondj meg nekem, hogy próbáltál egyébként ezen dolgozni? Tehát amikor úgy érezted, hogy nagy baj van, akkor próbáltál dolgozni azért, hogy ezt megmentsd, vagy inkább azon dolgoztál, hogy minél előbb el? Nem, nagyon sokat próbáltunk azon dolgozni, hogy ezt megoldjuk. És nem sikerült? Nem. Végérvényes? Tehát úgy érzed, hogy ez így maradt, tehát hogy ez nem visszacsinálható dolog? Be van adva egy válóper, ez pillanatokon belül elkezdődik, és ezt csináljuk, és ez a folyamat már elindult. Köszönjük, Máté, köszönjük szépen az őszinteségedet, és hogy itt voltál. Köszönjük.